Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben sportlegendákat szólítunk meg. Mai vendégem Katona Ferenc, egykori kiváló öttusázó. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Igen, hát legendákat szólítunk meg. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen te voltál az egyik előfutára a majdani sikereknek. És de mielőtt erről beszélünk, a családindítatásról essék szó, hiszen kevesen emlékeznek rá, hogy Jakab Endre indította el a szakosztályt annak idején a 60-as években, amelynek tagja volt sok mindenki más mellett, édesapád és Katona Ferenc, akik az első sikeres három tusa csapat volt annak idején. Többek között Szűcs János, Johanek József, édesapád Pákozdi Ferenc, Dobó István. Tehát nagyon-nagyon sikeresek voltak ők, és azt hiszem, hogy ez indítatásnak nem volt utolsó. Hát igen, Fehérváron, hogy alakultak, így volt a traktor cég, úgymond, és utána az MHS kötelékében alakult ki ez az öttusa. Jakab Endre volt, aki mégis összefogta ezt a csapatot. Hát nagyon jó kis edző volt, nagyon jó motiválta az gyerekeket, embereket, úgymond, és hát ebből hozta ki ezeket a remek eredményeket. Ehhez az eredményhez nyilván kellett az indítatás a családból. Te hogy jutottál el egyről a kettőre, hogy tetszik, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy az alap, az nyilván a futás, az megvan mindenkinél, de hát úszni meg kell tanulni megfelelő szinten, és a többi sportág alapvetéseit is el kell sajátítani. Tényleg nekem egy kicsit könnyű volt a helyzetem, mert anyukám is úszóedző volt, meg itt az Árpád úszodában jártunk, és hát mivel én kis gyerek voltam, még ilyen óvodás voltam, és hát nem tudott hova rakni, és úgymond engem is úgy berakott így a csoportokba, és hát mindig elkezdtem egy csoporttal, kezdtem az alapoktól, és hát sok csoporton keresztül én is szépen megtanultam úszni, és hál' Istennek így az úszásom is egy kicsit jól sikerült, mert tényleg nagyon sokat töltöttem így a vízbe, és az úszók is így felfigyeltek rám, és utána beraktak engem is, így úszóként kezdtem mégis az öttus előtt így a pályafutásomat. És igazából az, hogy faltól falig kellett úszni, ezt nekem kicsit unalmasnak tűnt, és hát később, hát még Fehérváron csak az Árpád úszoda volt, utána hát az is eléggé foglalt volt, és mind öttusázók jártak ki Inotára edzésekre. És hát ott Kulcsár Antal, úgy a testvéremen keresztül keresett meg, hogy hát nincs-e kedvem elkezdi öttusázni. És a testvérem is úszó volt, és hát ott találkozott a Kulcsár Antallal, és így hát is lementem az első ilyen edzésre. Emlékszem, egy nagy foci edzés volt a nagy pályán, és hát a nagyokkal lehetett focizni, és nekem ez nagyon tetszett, és egyből mondtam, nekem az öttus az mindenképp kell. És ez mellett nekem hálásleg az úszás is, meg így a futás is így szépen így kialakult, és így indult el az öttusa az életembe. Viszont ott van az a másik három sportág, ami külön-külön is rendkívül fontos. Tehát kezdjük a vívással, hiszen a vívásnál az ellenféltől vesszük el a pontot. Ki volt az a vívóedző, aki megszerettette veled, hiszen az eredményekhez jó vívónak kell lenni, a nemzetközi mezőnyben mindenképpen. Hát igen, először én Korpona Istvánnal kezdtem így a vívást, aztán utána dr. Salmon Gábornál folytattam így a vívást, de utána ismét a Korpona Istvánnal folytattam a vívást. Hát igen, hál' Istennek, nekem mondjuk az adottságom nem egy, azt mondom, hogy vívóalkat vagyok, nagyon alacsony voltam, az elején egy kicsikét úgy nehezebben is indult így a vívásom, de igazából azt szoktam mondani, hogy ha rövid a kezem, tolja meg egy lépéssel, és így úgymond be tudtam férkőzni a magasabb emberek közé is, és hál' Istennek a vívásom nagyon jól sikerült. Kairóban már az első világbajnokságom is, hogy második tudtam lenni, úgyhogy ilyen egy tussal maradtam le az első helytől, viszont Fehérváron itt 90-ben a junior világbajnokságon 1102 pontot vívtam. Az zseniális. És az egy azt mondom, hogy ilyen majdnem világcsúcs volt, igen. Mert igazából a következő ember a Hanzéli Ákos volt, hogy csak 970 pont körül vívtak igazából, és egy hatalmas nagy előnyre tettem szert. És hát ezzel így azt mondom, hogy úgy éreztem, hogy ez a verseny már nem mehet el, úgyhogy igazából már arra kellett vigyáznom, hogy a futásnál ki nem menjen a bokám, a lovaglásnál azt még meg kellett úszni igazából, de hál' Istennek hazai pálya volt, és tényleg ismertük így a lovakat is, így a pályát is ugye kicsikét tudtuk lovagolni, úgyhogy igazából ez egy akkora előnyt tudtam szerezni, de ez igazából a hazai közönségnek köszönhető, úgyhogy itt Fehérvár annyira segítette nekem ezt az egész élményt, hogy tényleg belenyüstölt ebbe a jó eredménybe. Erre visszatérünk, de folytassuk a lövészettel, hiszen a lövészet szintén kulcskérdés. Hát igen, a lövészet nálunk igazából először 25 méter előttünk forgó táblára, ami azt mondom, hogy kicsit úgy nehéz volt, szerintem azt mondom, hogy
sőt, nagyon nehéz lehetett, mert 3 másodperce volt az embernek, hogy egy lövést leadjon, és utána elfordult a tábla, és hogyha azután lőtt az ember, akkor hibázott. Igazából nekem az volt a szerencsém, hogy én január 4-én születtem, és a mi időnkben úgy volt, hogy 14 éves kortól lehetett elkezdeni a lövészetet. Most itt voltak így, úgymond a sógorom is így pont ilyen decemberben született, úgyhogy majdnem 1 év előnyöm volt így az emberekhez képest, mert ahogy betöltöttem a 14 évet, én elkezdhettem ezt a robbanó pisztolya való lövészetet, és hál' Istennek ez nekem úgy nagyon jól alakult. Ugyanez vonatkozik egyébként a lovaglásra is, hiszen a lovaglásban is nagyon gyakori a sok verőhiba okán a 0 pont, hát ilyen neked nem volt nyilvánvaló, de a lovaglás is kulcsszám. Igen, hál' Istennek, mondjuk ott viszont a termetem az nagyon jó volt, mert könnyű volt a malónak, úgymond, úgyhogy tényleg a lovaglás az így azt mondom, hogy szerencsésebb volt, hogy nem annyira bántottam a malónak a hátát, úgymond, úgyhogy igazából az erőszakosság az megvolt bennem, úgyhogy igazából hajtani tudtam előre, viszont a lónak tudtam jobban segíteni, mint egy magasabb ember. Egyébként ugye már a junior világbajnokságokról beszélünk, de egy kicsit még menjünk vissza. Mikor derült ki, hogy tehetséges vagy, hogy ott vagy a hazai fiatalok élmezőnyében? Hát igazából én olyan későn érő típus voltam, úgyhogy elég alacsony voltam, még akkor a 8. iskolában voltam, akkor csak 143 centi voltam, úgyhogy igazából itt a volánnál se láttak bennem akkora fantáziát. A kulcsárontal azt mondom, hogy észrevette bennem, hogy nagyon szorgalmas voltam, úgyhogy igazából a szorgalmammal ezt úgy elértem. Mellette igazából a testvérem is huszóként kezdte, és később ő is őt tusázott, és később edző lett, és igazából amikor ő ment reggel edzést tartani, akkor nekem is kellett mennem, úgyhogy nem aludhattam el, hogyha a testvérem ott van, a nővérem, mint edző, akkor én nekem ott kell lennem, úgyhogy igazából még azt mondom, hogy sumákolni se tudtam volna, de nem is voltam olyan sumákolos, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy rengeteg munkám volt ebbe benne, hogy minden edzésen ott tudtam menni. Azt mondom, hogy a tehetségem valamilyen szinten megvolt, így általában minden sportágban így ilyen ügyességben tényleg nagyon könnyen tanultam ezeket a dolgokat, de a szorgalmammal értem el ezt. Tehát ötvöződött a tehetség és a szorgalom. Igen, igen, igen. És ennek megjött az eredménye, ugye először 1988-ban. Egy korabeli címet hadd idézzek, a valóság az álomnál is szebb címmel jelent meg, mégpedig annak okán, hogy 88-ban ugye Hanzéli Ákossal és Csernok Lászlóval csapatban, és egyéniben is junior világbajnoki címet szereztél. Ez nagy áttörés volt számodra? Tehát egy ilyen eredmény? Vagy inkább számítottál rá? Hát igazából nekem ez itt 88-ban Kairóban volt az első világbajnokság, ahol igazából az jól kijött nekünk, és ugye úgymond az egyénit meg tudtam nyerni, és csapatban másodikak lettünk, ott is egy ilyen halszállat, akkor még igazából a Szovjetunió néven ment a szovjet csapat, igazából, úgyhogy az nagyon erős volt, de általában a Szovjetunióban mindig ilyen kiki harcokat vívtunk. 90-ben volt, amikor a Hanzéli meg a Csernokkal igazából tudtunk nyerni így a csapatban, és akkor egyénit be is megnyerte, meg akkor és váltóban is. És akkor már a Hanzéli sajnos nem volt benne, hanem akkor a Sárfalvi Péter lett, és Csernok Lacival nyertük így Székesfehérván így a váltó versenyt is. Ez meghatározta a későbbi pályafutásodat, hiszen nyilvánvaló, hogy a későbbiekben mindenki arra számított, főleg úgy, hogy két esztendővel később egyéni magyar bajnoki címet nyertél, ami azt mondom, hogy körülbelül olyan eredmény, mintha valaki Európa bajnok, ezt kimondhatja. Hát igen, mert abban az időben azért itt a Magyarországon bármelyik magyar tudott volna világbajnokságot nyerni, úgy mint a Fábián, a Mizsér, Martinek, Janék igazából. Nekem igazából ez volt egy kicsit így nehéz az életemben, hogy engem már 89-ben meghívtak a felnőtt válogatottba, a 88-as világbajnokság után megnyertem junior, 89-ben még junior voltam, de már akkor a keretbe meghívtak. Most igazából nekem lemondtunk, így a Kulcsárontal összebeszéltük, hogy ha most én fölköltözök, mert itt igazából az volt a baj, hogy úgy lettem volna a felnőtt kerettag, ha felköltözök Pestre. Most igazából itt ez egy kicsit azt mondom, hogy így macerás volt, mert általában külföldön azért így egy Amerikában biztos, hogy ezekkel perelték volna az államot, hogy csak akkor lehetek valamiért kerettag, hogyha felköltözök Pestre. Nekem ez egy kicsikét rosszul esett, úgymond, mert ilyenkor elvesztettem az akkori edzőimet, és nem tudtam velük tovább dolgozni, mert hogyha felkerülök Pestre, akkor a pesti edzőkkel kellett dolgoznom. Hát most ők nem is mertek engem, és ezért úgy beszéltünk meg a Kulcsár Antallal, hogy 89-ben nem vállalom ezt el, mert tudtuk, hogy 90-ben Fehérváron lesz itt a világbajnokság, és hát így a hazai közegbe tudtam készülni, és inkább lemondtam a felnőtt kerettagságról,
és hát így igazából jól döntöttünk, mert tényleg így hál' Istennek itt a hazai pályán, a hazai edzőket tudtam készülni. Akkor épült úgymond a fehérvári úszoda, és még fel volt állványozva, és már ott be tudtam menni úszni, és nekem ez egy nagyon jó élmény volt. Hát utána már el kellett vállalnom sajnos ezt a pesti dolgot, igazából, hogy fel kellett költöznöm, és 2,5 évet leúztam Pesten. Igazából itt fogta meg nekem ezt az egészet, a karrieremet, mert igazából idegen edzőkkel dolgoztam, és hát nekik úgymond azt mondom, hogy a pestiek azok ott a saját emberekkel jobban figyeltek, mint rám. Úgyhogy igazából én csak sodródtam így a csapattal, mint tudom, hogy Dózsás volt a futóedzőm, Honvédos volt az úszóedzőm, úgyhogy igazából engem nem ismer semmelyik edző. Egy szerencsém volt, hogy ezekben a fizikai számokban általában úgy erős voltam, de egy idő után kevesebbet dolgoztak ott Pesten, mint amit itt a Kulcsár Antallal dolgoztunk, és egy kicsit, hogy visszafejlődtem. Tehát a motivációd valamelyest csökkent nyilván. Hát igen, meg azt a lehetőségeket se kaptam meg, amit úgy elvártam volna, mert azért egy Edvard Zenovka, akikkel én juniorban végigversenyeztem, ő azért az olimpiákra ki tudott jutni 92-ben már, ott is bronzérmet szerzett, ha nem botlik meg a lova, akkor akár megnyerte volna az olimpiát. 96-ban ott ismét ezüstérmes lett, és igazából nálunk még mindig az idősebbekre várt a szövetség, és bennük látta még a fantáziát. Én úgy érzem, hogy ha ezt a lehetőséget azért kaptunk volna, legalábbis én nekem lett volna lehetőségem, akkor általában bizonyítottam. Ugye ennek ellenére 93-ban, ahogy megjelent szintén egy korabeli cikk, katona VB. Igen. Első helyezett, tehát világbajnok lettél, már pedig ott sem volt gyenge a mezőny. Tehát ez így ment. Nyilván, amikor visszatértél, akkor egyáltalán nem tudja az ember fél elképzelni, hogy mi fogad egy olyan valakit, aki előzőleg esztendőkön át ugye Budapesten edzett. Tehát milyen volt a volános millió, amikor visszatértél? Hát jó volt, csak már késő volt. Úgy éreztem, hogy igazából, amikor visszakerültem Fehérvárra, azért elszaladt fölöttem az idő, és igazából már nehéz volt utána visszakapaszkodnom, és ez egy kicsikét úgy nehéz volt, és mindig úgy álltam a dolgokhoz, hogy majd eljön az én időm, majd eljön az időm, de hát nehezen alakult, és nem jött el. Igazából azt mondom, hogy 90 óta voltam válogatott, 97-ben hagytam abba az ötösát, és egy darab lehetőséget kaptam a Magyar Ötösa Szövetségtől, egy ilyen váltó világbajnokságon tudtam indulni. Úgyhogy igazából a lehetőségek nem jöttek. Atlantában egyébként bíztál, hogy oda tudsz kerülni? Ezt csalódásként élted meg, vagy akkor már azt mondod, hogy feladtad némiképp magadban? Hát igazából azt tudtam, hogy ott már akkor bevezették, mert még 92-ben 3 fő indultat az olimpián, Atlantában már ott levitték, úgy volt először, csak egy ember indult, aztán 2 indultat, és tudtam, hogy ha én hasonló cipőbe járok, mint egy pesti, akkor nem én fogok utazni, hanem akkor biztos, hogy egy pesti fog, és igazából utána már ezek után már csalódott voltam. Úgyhogy igazából ott pont 96 után már éreztem, hogy nekem már nem fog oda kerülni, nem tudok oda kerülni. A jövődre tudatosan készültél, hiszen 97-ben, amikor abba hagytad, edzősködni kezdtél. És ez egy nagyon-nagyon fontos időszak, hiszen ha valamiben akkoriban nyugodtan lehetett bízni, hogy a volánnál neked helyed van egyik oldalról, nem csak a legendaságokán, hanem azért is, hogy egy felkészült, egy szorgalmas, aki technikailag is megfelelő szinten van, attól az embertől bizonyosan tanulhatnak a gyerekek. Igen, nekem 97 után így a Kulcsár Antal így megkérdezte, hogy van-e kedvem edzősködni. Menet közben én elvégeztem egy középfokú edzőit, igazából Ötösa edzőit, és igazából 2002-ben végeztem el a TF-et. Pont aznap született meg a fiam, amikor államvizsgáztam, a kisebbik fiam, és hát utána így már azt mondom, hogy ilyen szakedzőként is dolgoztam itt a volánban. 97-ben így a Tóni mellett tanultam a szakmát, úgymond még akkor Vörös Zsuzsa is akkor kezdődött így a pályafutása fölfele, és hát én is ugye részt vettem neki így az úszóedzés edzésein, úgyhogy szemben követtem őt is, hogy készül a dolgokba, és ekkor kezdtem el is tanulni ebbe a szakmába. Említettük már számtalan szó Kulcsár Tónit, én azt gondolom, hogy mérhetetlenül hagyott maga után. Én még emlékszem rá, és most őt idézem, amikor arról a korosztályról beszél, aki ti voltatok, hogy jöttek, egyre csak jöttek, mondja ő. Pécsi Mónika mellett már ott volt a sikerküszöbön Katona Feri, Kalocsai László, Slett Tamás, Magyar Attila és a többiek. Kár, hogy a központi felkészülés anomália miatt ez a generáció nem tudott olyan eredményes lenni, mint ahogy azt a tehetségük alapján várható volt. Tehát te túlléptél azon, hogy valóban nem úgy sikerült a pályafutásod vége, ahogy az a tehetséged alapján azt mondom, hogy eleve elrendelés volt. Edzőként voltak határozott céljaid?
Hát edzőként ugye elkezdtem végül is ilyen kis csoportokkal, szinte ilyen óvodáskorúakkal elkezdtem, így a Köfény Muszodába kezdtem így a pályafutásomat. Ott úgy mondom, hogy két szálon futott itt Fehérváron a felkészítés, volt a városi úszoda, meg kint a Köfény Muszoda, és a Köfény Muszodába kezdtem el így a kis gyerekekkel foglalkozni, óvodáskortól kezdtem ővelük így foglalkozni úszás-futás alapon, és akkor hát ez töltötte ki így akkor az időmet. Hát szép eredményeket kezdtünk el elérni, és hát végül is 2007-ig dolgoztam így utánpótlásba. Hát utána sajnos a volántól kaptam egy olyan papírt, ami nem tudtam aláírni, és így ott kellett hagynom, hogy a volános edzőségemet úgymond. De utána bekerültem a városi úszodába, ott voltam ilyen műszakvezető, de mellette csináltam egy kis klubot, úgymond, akikkel itt foglalkoztam, és akikkel tudtam indulni versenyeken, és azokat a gyerekeket a volánba igazoltuk be, és egy ilyen külsős edzőként neveltem föl versenyzőket, akiket így a volánnal mentünk el, úgymond, versenyekre. És belekóstoltam a vízilabdába is, az nagyon érdekes Igen. időszak lehetett. Igen, hát hiszen egy teljesen más sportágról beszélünk, bár Igen. nyilván az alapvetés, az úszás az azért megvolt. Igen, mert 2007 után így a úszodában dolgoztam, és utána tényleg nagyon sok gyerekkel dolgoztam, és úgymond 2013-ban a vízilabda is úgy felfigyelt rám, hogy rengeteg fiatallal foglalkozok. Voltak, akikkel lehetett úgy profi szinten dolgozni, akik úgymond öttusáztak, de voltak, akik ilyen amatőr szinten akartak járni, gyúszni, és hát oda is adtam át egy pár embert, akit láttam, hogy nem volt annyira jó futó alkat mondjuk, de láttam, hogy a vízben nagyon ügyes volt, főleg lányokat, azokat így átadtam ugye a vízilabdának. És végülis a vízilabda csalt el utána, hogy hát foglalkozzak ott is a gyerekekkel, tanítsa meg őket úszni, egy alapszinten, főleg a kicsiket, az óvodásokat egy úszószinten, mert az az igazság, hogy a mai világban nagyon nehéz oda kerülni egy sportba, ahol azt mondom, csak később érik be az ember, mert a vízilabdánál azért kell az erő, azt mondom, olyan 11-12 éves korban kezdenek el igazából labdázni. Na most, hogyha később kezdünk el válogatni a gyerekek között, addigra már elfogynak, mert elmennek öttusázni, elmennek szinkronúszni, elmennek jégkorozni, labdarúgni, és igazából itt a vízlabdában ebbe tudtam segíteni, hogy én már óvodáskorban elkezdtem őket tanítani, és próbáltam terelgetni őket így a vízlabda fele, és így tudtam egy jó bázist így nyújtani így a vízlabdának. És ráadásul a vízlabdásokból egyik-másikból azért lett öttusázó is, ami nem hátrány. Igen, igen. De most beszéljünk a családról, hiszen két nagyszerű fiú gyermeked van, és én azt gondolom, hogy nem változott a világ. Generációról generációra kell, hogy legyenek tehetséges katonák. Igen. Hogy állnak ők? Tudatos volt az, hogy öttusázót nevez belőlük? Nem indult tudatosnak. Hát igazából én is azt mondtam, az úszás azt meg kellett tanulni fiatalkorba. Először én is úgy megtanítottak úszni, nem nálam úsztak, hanem Vitéz Lászlónál tanultak meg úszni. De mellette jártak néptáncra is, mert a feleségem az szerette volna, hogy a néptánc az neki jobban a szíve csücske volt. Hát így a gyerekek így maradtak az öttusánál, néptáncnál, és hát idő után annyira beindultak így az elfoglaltságok igazából, hogy az öttusába bejött a lövészet, meg egy több edzés igazából, hogy egy idő után el kellett dönteni, hogy most a néptáncot válasszák, vagy az öttusát, és hát így választották az öttusát. Tehát feltetted a kérdést, hogy most akkor hát, hogy a nagypapa és az apa a nyomdokai haladnak, vagy egy új világot teremtenek maguknak. Igen, igen, igen. Hol tartanak ők most? Illetve hogy alakult a pályafutásuk? Hiszen azért vannak elvárások nyilván, már csak a múltokán is. Igen, ők is mondom, egy kicsikét talán azt mondom, hogy később élő típusok voltak, ők is azt mondom, hogy szinte U19-es korukra értek be, mind a kettő országos bajnok lett U19-be, csapatba is nyertek. A nagyobbik fiamnak még azt mondom, hogy szerencsés volt, mert 2018-ban még a pandémia előtt tudott úgy versenyezni, és hát ő kijutott Európa-bajnokságra, ahol csapatban aranyérmesek lettek, váltóban ezüstérmes lett, és világbajnokságon meg második lett így csapatban. Úgyhogy ők szépen hozta, abban az évben nagyon jó sikerült neki a felkészülés, rengeteg verseny, nemzetközi versenyt dobogón állt, úgyhogy ő készült így az ifi olimpiára, sajnos ami aztán nem jött össze neki, ő nagyon sajnálta ezt. A kisebbik fiam ugyanezt a lépcsőfokot járta meg, mint a nagyobbik, csak neki pont bejött a pandémia, és igazából pont ők nem tudtak eljutni Európa-bajnokságra, világbajnokságra. Ott is azt mondom, hogy egy csapatban biztos, hogy nagyon erős magyar csapatunk volt, és biztos, hogy egy dobogót össze tudtak szedni. Mondjuk ő U19-ben még fiatalabbként, úgymond egy 5.-6. helyeket tudott szerezni ilyen Európa-bajnokságon, világbajnokságon váltó versenyben. Nagyon-nagyon fontos a pályafutás. Miben tud segíteni nekik?
Hát én mellettük voltam, hogy próbáltam támogatni szakmailag is. Hát mondjuk a vívásukban jobban belenyúltam, mert igazából iskolákat adtam nekik így hétvégeken, úgyhogy igazából a vívást az nagyon sokat tudtak tőlem tanulni. Nagyon sok ilyen apró, rutinos dolgokat megtanultak. Mellette igazából abba tudtam még segíteni, hogy hogyan kell felkészülni egy versenyre, hogyan kell kipihenni magukat, hogyan tudnak regenerálódni, úgyhogy igazából remélem ezeket a tapasztalatokat jól át tudtam nekik adni, és szerintem ez segített nekik a sikeres eredményhez. Ugye fontos a változás, én azt mondom, hogy felgyorsult a világ, tehát lépést kell tartani vele, viszont az öttusa is felgyorsult ilyen értelemben. Neked mi a véleményed erről a megváltozott öttusáról? Hát igen, ez ugye szinte a mi időnktől elkezdve szépen úgy változott, mert tényleg először az 5 napról lementünk 4 napra, és ugye a számokat is úgy vették le, hogy 4000 méterről már csak 3000 lett a futás, úszás 300-ról 200. Mondjuk ez mind ellenem volt, úgyhogy igazából az alkatomnak azt mondom, hogy egy 4000 méteres terefutás az nekem nagyon jó feküdt. A mostani világban azt mondom, másik munka lett nagyon, úgyhogy már ezek az emelkedős kemény pályák eltűntek, és hát mondom, hogy a távok is úgymond lejöttek. Hát meg ez a forgólövészet átjött utána a légpisztolyos lövészetre, aztán utána lett ez a kombinált szám igazából, úgyhogy nagyon sokat változott itt a pár év alatt, úgymond az öttusa. Hát a mostani az azt mondom, hogy kemény, úgyhogy ez a selejtező középdöntő-döntő, ez egy nagyon megterhelő, nagyon nagy fizikumot igényel a versenyzőktől, mert ezt valamikor 1 nap alatt nyomják le, és ez igazából ez nagyon kemény lesz nekik szerintem. És ilyenkor változnia kell az edzőnek is? Kell változni, mert igazából azok a nemzetek jönnek ki ebből jól, akik megtalálják ezt a dolgot, hogy hogyan kell bemelegíteni, mert most így van, hogy a nap előtt van 1 óra bemelegítés, akkor az ember bemelegít a lövészetre, a futásra, az úszásra, még akár a lovaglás is így úgy néz ki, hogy így lesz, és akkor szinte 1 óra bemelegít az ember, és utána szinte azt mondom, hogy ilyen 3-4 perces átöltözésekkel megy az egyik helyszínről a másikra, és ez egy nagyon igénybevető, és az ember erre kell, hogy tud felkészülni, úgyhogy ez nagyon sokat fog eldönteni így a nemzeteknek. Hát de nyilvánvaló, hogy nálunk egy tradicionális sikersportág az öttusa, nem hagyhatjuk magára semmilyen értelemben, és azért Székesfehérváron is jönnek újra az eredmények, ebben bízunk. Mivel búcsúzzunk, mit kívánjunk neked és a fiaidnak? Hát én nagyon, nekem úgy mondom, az öttusa a családom lett, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nagyon a szívem csücske volt, és tényleg én azt szeretném, azt mondom, az életem végig tudjam ezt művelni. Hát a fiaim sajnos azt mondom, hogy ők már lehet, hogy kifele fognak menni, de remélem, hogy ő is át tudja adni a gyerekeinek, és hát ha megszeretik. Szerintem nem fognak ragaszkodni annyira az öttusa után, mert igazából ez nagyon kemény sport, de ki tudja, hogy az én unokáim is, hogy merre fognak elindulni. Hiszen kell a negyedik generáció, igen, maradjunk igen, ennyiben, igen. És bízom benne. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták. Vendégem Katona Ferenc volt, az egykori kiváló öttusázó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!